Sziasztok, ezt a villámszerű, vízszerű, villogó valamit fogjuk most megcsinálni. Vágjunk is bele. Szokásos módon egy New Composition-nel kezdünk. Full HD, 25p, legyen most 5 másodperc a hossza, nem kell ennek olyan nagyon hosszúnak lennie. Szóval megnyitottuk az új kompozíciónkat. Itt a Layer fülnél válasszunk egy New Solidot. Válasszunk neki egy jó kis világos cián szint, valami ilyesmit, bármilyen lehet, nem ez a lényeg, és az effektek között keressük ki a Mr. Mercury-t, ez ott van a Simulate fül alatt, vagy Simulation fül alatt, méghozzá egy CC Mr. Mercury. Tehát lenyomok egy lejátszást, és akkor már egy ilyen forrás, gejzír, vagy valami ehhez hasonló fizikai szimulációt láthatunk. Tök jó, menjünk tovább. A következő lépésben csináljunk egy New Shape Layer-t. Válasszuk ki a Pen Tool-t, G a gyors billentyűje, és rajzoljunk egy ilyen lendületes átlós vonulat, amibe beledobunk majd a W-nek egy-egy szárat, és ugye levisszük az alját. Shift-tel, hogyha kijelöd, akkor egyszerre kettőt is tudsz mozgatni. Valahogy nézzen ki így. Igazából ezt az egészet csak azért csináljuk, hogy lemásoljuk magát. Itt a contentsnél, hogyha lenyitod egészen a path-ig, ami ugye stopperezhető, magát ezt a path-t, ezt az útvonalat. Szóval, hogyha kijelöltük magát a path-t, akkor csak egyszerűen nyomunk egy egyszerűen nyomunk csak egy Ctrl-C-t, ugye ez lemásolta, és kikeressük itt a Medium Cyan Solid-nál, ugye a CC Mercury-nkat, és itt a producert megkeressük, ugye ezt itt is meg tudjuk találni. Producer rákattintunk, ügyeljünk arra, hogy a timeline-nál a nullán álljon a Current Time indikátorunk, és nyomjuk egy Ctrl-V-t. És látjátok, már is ezen az útvonalon fog végigmenni ez az egész. Mindenre csak ezért volt szükség, úgyhogy ki is törölhetjük ezt a shape layer-t. És akkor végigmegy. Hát ugye egyelőre nem nagyon látszik, hogy ez micsoda, de majd, hogyha itt a Mr. Mercury-nek az egyéb paraméterjét állítjuk, akkor látni fogjuk, hogy mennyire jól alakítható ez a fizikai szimuláció. Szóval a Radius X és az Radius Y az legyen egyaránt 1-1. Látható, hogy kisebb körben termeli ezeket a vízcseppeket. A directionünket vigyük el 90 fokig. És akkor így egy kicsit hátrafele repülnek, így egy kicsit visszafele repülnek 90 foknál. A velocity-nk az maradjon 1, a burst rate-et tegyük 2-re, ez ugye arról szól, hogy mennyi születik, mennyien kis részecske születik meg egy időben. A longevity az legyen 3, ez a, oda is van írva, hogy sec, vagyis másodperc, ez az egyes részecskéknek ez az egyes részecskéknek az élettartalmát mutatja. A gravity-nk legyen 0,2, a gravity ebben az esetben lefelé hat, de ugye most alig van gravitáció, szóval inkább csak úgy szétoszlanak a térben. A resistance-ünk az viszont legyen 10. Ezt mondjuk lehet légellenállásnak nevezni. És látjátok, már is egyből itt van a vonal, így már tényleg olyan, mintha valami higanyszerű lenne ez az egész, és egész jól kirajzolódik a W betűnk. Az extra az legyen 3, ez nem is tudom egészen pontosan micsoda, egy kis csavart ad neki, egy kis extrát, fogalmam sincs igazából. Az Animation-t Explosive Directionre állítjuk,
itt is kevésbé ilyen kirobbanó hangulat, mondjuk, hogyha nem lenne a Resistance-ünk 10, akkor talán jobban látszódna, hogy mi történik. Ezeket nyugodtan próbálgassátok és nézzétek meg, hogy mi mire jó. Akinek ami tetszik, szerintem úgy csinálja, itt semmi sem kötelező igazán, és semmi sem olyan recept, amelyiktől ne lehetne eltérni. Legyen 40% az influence, ugye így már kevésbé dudi, nem annyira megvastagodó. A bird size az legyen 0,3, vagyis kicsit nagyobban születnek, de vegyük vissza a death size-t, az legyen 0,5, és akkor így kicsit jobban kiegyenlített a vastagsága ennek az egésznek. Itt a light-tal meg a shading-el is lehet még különböző dolgokat szórakozni, de most nem fogunk, ezt mindenki tudja állítani. Ez a térbeliségén tud egy kicsit változtatni, vagy nem is kicsit, hanem akár nagyon is. Jó, megvan ez a kis duplavénk. Kitöröltük a shape layerünket, csináljunk neki egy hátteret. Egy új szolidot csinálunk. Ehhez valami pasztoló szint választhatunk. Én nekem ez a lazac vagy hús cím, nem is tudom minek lehet mondani, ez a mély rózsaszín, ez tetszik, úgyhogy én ezt választom. Mögé rakom, és akkor már itt szalad is. Ezután már csak ilyen apró cseprő kis effekteket dobjunk rá, hogy még egy kicsit kinézzen valahogy, írjuk be ide, hogy drop shadow, ezt ráhajítjuk a medium színre, és akkor látjátok, már itt is van egy kis árnyék. Ezen változtathatunk egy kicsit, hogy nekünk jobban tetsző legyen, de mondom, hogy ez mindenkire abszolút rábízom, hogy a saját ízlése szerint változtassa meg. Nekem most éppen ilyen az ízlésem. És akkor dobjunk még rá egy glow-t. Itt van a stylus-nál a glow. Fénylés. 40% legyen a threshold. A radius viszont legyen 75 pixel. Ez a fénylésnek a mérete. Látjátok, fú, hát itt már nagyon világít. A glow intensity egyelőre hagyjuk egyen, de majd erre fogunk rárakni egy vibrálást. Ez maradjon így a behind, az add, használjuk a color map-et, AB color, ugye ez itt a color map-ünk, és itt a BT-n átváltoztatom egy ilyen világosabb rózsaszínre. Ugye nagyon halvány, már-már ilyen fehéres szürkéséggel kicsit kivilágítom, így. Color phase az legyen mínusz 60, hogy az árnyékunk az ugye plusz 135, a mínusz 60 az nem teljesen, de pont a másik irányba néz. És esetleg ezt, hogyha normálra változtatjuk, akkor megmarad ez az erős kis gumicukor szín. És ahhoz, hogy rárakjunk még egy villogást, az Alt gomb lenyomásával kattintsunk rá a Glow Intensity stopperére. Hoppa, már sárgává is változott. És az új parancs, amit megismerünk, ez a Wiggle. Elkezdjük gépelni, és már ki is adja nekünk. Rákattintunk duplán, és ide a zárójelbe be kell írni két értéket. Az első szám az az intenzitása, vagyis hogy a másodperc hányad része alatt történjenek a változások, a második része pedig a kitérés, vagyis hogy mennyire térjen el az eredeti számtól, ami ugye egy. Itt mindig ahhoz, amihez hozzáadjuk a wiggle-t, meg kell nézni, hogy milyen értékek vannak. Itt ez a glow intensity, ez erre jelenleg egynél van, szóval ne adjunk neki túl nagy kitérést, mert 100-nál megnézhetjük egyébként, az már egészen elképesztő dolgokat produkál, vagy legalábbis nem annyira jól néz ki, szóval túl nagy. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy ilyen 2 az bőven elég. És akkor így egy ilyen neonszerű vibrálása van, vagy nem is tudom, mihez hasonlít. Ugye
Itt, hogyha ezt egy nagyobb számra vesszük, mondjuk 60-ra, akkor sokkal gyorsabban vibrál, hogyha levesszük egyre, akkor meg másodpercenként ilyen lassan vibrálgat. Én azt mondom, hogy ez a 25-ös, a másodperc egy 25-ö, de ez nekünk pont megfelelő sebesség. Úgyhogy ez nagyjából ennyi volt, köszönöm a figyelmet, sziasztok!